Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, egy szívnyitó szerelmi jóslás. Ha abban a helyzetben vagy, hogy ő zárkózott, nem beszél a terveiről, nem mutatja ki az érzelmeit, akkor megnézzük ennél a jóslásnál, hogy mit tudsz tenni annak érdekében, hogy nyitottabb legyen, és hogyan alakulnak a dolgok, mik az ő tervei. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd ezt a szívnyitó jóslást. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt bal oldalon vannak a te képeid, ezzel szemben az övé. Itt látható a hegy. Ez utalhat egy kirándulásra a hegyekbe. Lehet, hogy ilyen területen laktok. A hegy az jelentheti az ő hideg-rideg tartását, és ez, ami blokkolja most a párkapcsolatotokat, mert úgy érzed, mintha kettőtök között lenne ez a szikla, és nem tudod, hogy mikor lesz nyitott érzelmekről beszélni, nem tudod, hogy mi várható a közeljövőben. De azért megnézzük, hogy mit mutatnak a többi kártyák. A gyermek jelentheti persze a gyermekeket is, de azt is, hogy ez a helyzet elmúlik, és itt lesz egy új kezdet. A gyermek utalhat a te ártatlanságodra, tehát te nem tehetsz arról, hogy ő most ilyen hideg-rideg. Amit a gyermek még mutathat, a te fiatalos kisugárzásod. Itt a gólyák jelentik a változásokat, javulni fog a helyzet. Itt ez a blokk elmúlik, és lesz egy új irány. A gólyák és a gyermek jelenthetik egy kisbabának a születését is, ha vannak ilyen tervek. És itt megjelenik a park, az jelenti a nyilvánosságot, és arra is utalhat, hogy összefuttok a nyilvánosságon, vagy lesz egy meghívás, lesz egy találkozás. És most megnézzük az ő kártyáit. Ez a kép jelenti a mozgást, hogy ő mozgásba jön, közeledik hozzád, és szeretne találkozni veled. Ez a mozgás mindazt jelentheti, ami mozog. Például egy sport, tevékenység, vagy egy kirándulás, vagy változások. Itt a lilium virág, illetve ha megnézzük a képet, inkább ez egy kála virág, jelenti a tisztaságot, tiszta gondolatokat, tiszta érzelmeket, vagy hogy tisztázódik kettőtök között valami. Ez a kártya utal szexuális témákra is, és akkor a képek azt mutatják, hogy vannak nála ilyen gondolatok meg tervek. A kereszt az utal az ő hitére, ő hisz benned, hisz ebben a párkapcsolatban, jelenti a találkozást is, hiszen a sors utatok itt kereszteződik,
és ez nem véletlen. Ez a találkozás, ez jelenthet egy lelki kapcsolatot, egy kármikus szerelmi kapcsolatot, amit a kereszt még jelent, hogy döntéseket hoz. Hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és majd elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt ő áll a középpontban, és ez azt jelenti, hogy vannak elvárásai. Szeretné azt, ha te közelednél hozzá, ha ő megkapná az elismerést, vagy ha egyet értenél azzal, hogy ő hoz döntéseket. A képek arra utalnak, hogy vannak itt még akadályok, de ez elmúlik, lesz egy új kezdet, változások, és találkozás a nyilvánosságon, ő mozgásba jön. Ő áll a középpontban, ő fog döntéseket hozni, de szeretne veled valamit tisztázni. És mi az, ami összefűz benneteket, az itt látható középen? Ez a család, ez az otthon, lehet egy közös otthon tervezése is, vagy a stabil párkapcsolat, itt vannak az alapok, erre szeretné ezt kiépíteni. De ő irányítja a dolgokat. És ez volt a szerelmi jóslás, szívnyitás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, annak is örülnék, ha meglátogatnál a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!